irányában mind a három ló a gépben. És ebben a pillanatban elindult napi kvalifikációs futamunk. Allegrónak nem sikeredett túlságosan jól a startja, ő rögtön párhosszat ott hagyott. Aki elmegy vezetni, az sivatagi Róka, illetőleg kívül Charleston is jól tartja magát, de úgy tűnik, hogy Allegró is zárkózóban van, és most már talán az ére is tört, vagy legalábbis egy vonalban galoppozik nagyjából a másik kettővel, az a sivatagi Rókával, illetve Charlestonnal. Sivatagi Róka elkezd visszaesni, viszont nagyon jön a startnál néhány oszt, ott hagyott Allegró, és most már Allegró biztosan jár a minimezőny előtt, mögötte ott van Charleston, aztán pedig sivatagi Róka következik, akinek egyre nagyobb, egyre jelentősebbnek tűnik a hátránya a többiekkel. Az élen, tehát Allegró fogja elsőként elérni a célvonalat, ez szinte egészen biztosra vehető, így is van. Mögötte érkezik Charleston, aztán pedig sivatagi Róka. Ami a stoppert illeti, ugye ez nem hivatalos a nagy eredmény jelzőn, ugyanakkor 50,2-nél állt meg, akkorát nem tévedhet, ez pedig azt jelenti, hogy Allegró és Charleston egészen biztosan kvalifikáltak, és még az is elképzelhető egyébként, hogyha ez az 50,2 igaz, akkor az sivatagi Róka is talán becsúszhatott valahogy az 54 másodperces szintidő alá. Allegró hiába hagyott ott néhány hozt, megnyerte a kvalifikációs futamot. Overdose apaságú Kanca, Alonia apasága Zala Csaba tréningjéből, úgyhogy vele egészen biztosan találkozhatunk még idén versenyben, ez Charlestonra is igaz, illetve amint elmondtam, talán még sivatagi Rókával is. Addig, amíg meghozzák a pontos idő eredményeket, azt hiszem, hogy nem érdektelene folytatni a francia futamok, a Kincsen Plus futamok sorát, hiszen tegnap is versenyeztek lovak. És ezt követően méghozzá telivérek, tehát galopversenyeket közvetítettünk ugyanígy Chantilly-ból, hiszen ez egy hosszú lárk hétvége. Aztán pedig előre tekintünk egészen az utolsó futamig, hiszen a Nemzeti Galopliga a Saint-Léger eredményétől függően fog majd eldőlni. Most nézzük meg ezt a két bejátszót. És tart ebben a pillanatban elindult a szombat délutáni Kincsen Plus versenyünk, a startot követően pedig azt láthatjuk, hogy szinte minden lónak nagyon jól sikerült az indítás, a favorittal talán egy picit próbál még várni Stefan Pászké, az élen viszont nagyon jó pozícióban, látom a 14-est, aztán nagyon jól kezd rajta, kívül meg a 4-es számú London Protocol, Tony Picconéval, illetve nagyon közel verseny, ez a 15-ös számú Sky Ship, amikor az első 100 méter megtételén túl vannak most már a résztvevők, 4-es, 1-es, 15-ös az első három ló sorrendje, 4-es London Protocol, tehát könnyen kézből a vezet is egészen jó tempót.